Uff, szia Miu, üdvözletem mindenkinek, hey hú. Betűtípussal majd csinálnom kell valamit a csatablakban, mert úgy látszik, hogy kicsit összemosódik, vagy legalábbis számomra. Szóval, üdv mindenkinek újra, srácok, kellemes délután kívánok mindenkinek. Na, ma belekezdünk egy olyasmibe, amit már régóta szerettem volna megbögörösni, csak nem egészen tudtam, hogy hogyan fogjak hozzá. Ugyanis egy olyan játéknak az offline single player módjáról van szó, aminek a fejlesztői nem szeretik azt, hogyha annyira szeretik a játékukat, hogy mindenféle módon hajlandóak vele játszani a játékosai. Szerbusz, szipszi. Fura hang, recsegős. Várjatok, akkor belehallgatunk egy picikét. Wow, what is this? Moment. Na majd most mindjárt kiderül, mi van. Most te jó! Köszönjük szépen, hogy szóltál, jó. Most már elvileg rendben leszünk. Igen, mint azt sokan tudjátok, volt egy kis Lisa upgrade, nem a végleges, hanem egy kis tárhely megoldás, hogy elférjünk és jobban kijöjjünk a játékainkkal, és ne legyünk két játékra lekorlátozva. Úgyhogy újra kellett telepítenem mindent, úgyhogy előre is elnézést kérek mindenféle esetleges technikai hibáért, ami időközben felüti a fejét. Ez volt az egyik. Szóval, titok nem titok, beszéltem már sokat az egyik legrealisztikusabbnak ígérkezett FPS játék single player módjáról. Ennek a játéknak az originál eredeti verziója, csak és kizárólag online játszható, online ellenfelek ellen, és ez eddig a legjobb és a legrosszabb tulajdonsága is, ugyanis minél népszerűbb egy shooter, annál több benne a cheater, vagy annál több benne a sweaty player, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag képesek bármikor, bárhogyan, bármilyen módon elintézni. Ami természetesen nem rossz, hiszen egy shooter játéknak az a lényege, hogy a másikat lelőjük természetesen, de én úgy érzem, hogy sokkal több van ebben a játékban, mint pusztán az, hogy shift W-vel futunk előre és lelövünk mindenkit is. Úgyhogy létrehoztam ezt a kis egyedi szériát, Left Behind címem, vagy azaz hátrahagyott néven, címen, és innentől kezdve így fogok referálni erre a kis mókára, ugyanis a tervezők és készítők képesek odáig elmenni, hogy bannoljanak mindenkit, aki játszik ezen módon ezzel a játékkal. Noha, ahhoz, hogy ezt a módot alkalmazni tudjátok, rendelkeznetek kell a játék originál verziójával, mint ahogy én is rendelkezem. Ráadásul a drágábbikkal, tehát a 130-valahány eurós verziója van meg az Escape from Tarkovnak, és játszottam is vele jó egy évig, másfél évig folyamatosan. Úgyhogy, tehát megveszed a játékukat, játszol vele offline, és ezért kibannolnak. Ez így, ahogy van, ahogy mondom, tehát nem igazán fogok referálni erre a játékra az eredeti nevén. És ezt a modderek is látják, és mégis úgy terjesztik a módjaikat, hogy kell, hogy megvedd az originál verziót, mert anélkül nem működik. Tehát nem is tudnád játszani a single player módját ennek a játéknak, ha nem lenne meg az online. Ami számomra egyértelmű, hiszen megcsinálták a játékukat, jár érte a pénz. Nem tudom, nem mindegy. Szóval érdekes felfogása van a játékfejlesztőknek, mindegy is, de mi ezzel nem fogunk foglalkozni, mi az offline részével fogunk foglalkozni, ami mindössze annyit csinál, hogy a progresszt, vagyis a haladást, amit elérünk a küldetések során, és a lootot, amit felszedünk, azt megtarthatjuk, mert az online részében a játéknak is benne van az opció, hogy offline raidekre bemenjünk, megtanuljuk a pályát, harcoljunk a mesterséges intelligencia ellen, és kijöjjünk. Csak nem tarthatod meg a lootot, és nem tudod befejezni a küldetéseidet, mert az egész resetelődik. Úgyhogy ez a rész van megváltoztatva benne. A loot ugyanaz, a mobok slash scavengerek, vagyis a fosztogatók ugyanazok,
úgyhogy lényegében véve nem változik semmi. Természetesen nem fogunk online játékosokkal találkozni ebben a szériában. Szia Lola, hello, hello. Mindenki, aki szembe jön velünk, az a játék mesterséges intelligenciája. És természetesen ennek nincsen semmiféle kihatása a játék online verziójára, nem fognak velem találkozni az online lévő játékosok, és én sem fogok belezavarni az ő játékaikba. Így van, Szipszi, úgyhogy ezért nem is fogom emlegetni ezt a játékot a saját nevén, csak mindössze úgy, hogy Left Behind. Úgyhogy ezzel fogunk játszani. Én kitaláltam néhány szabályt, amit megtalálhattok a Facebookon a Left Behind széria alá linkelve, de itt is bemutatom egyből az elején, ha megtalálom, hogy hova tettem. Hát itt is van. Pofon egyszerű szabályok, és mindössze azért csináltam őket, hogy... Oh shit, nincs meg ez a szín. Ojjjjjjj, pillanat, türelmet kérek. Oké. Másik gomb. Gyorsan-gyorsan egy kis update. Pardon, eltűntem, de mindjárt jövök. Azaz. Tadá! Nem tudom, mennyire látszik, úgyhogy ránagyítok egy picikét. Ezek a szabályok, amik szerint játszani fogunk. Aki ismeri már az játék eredeti verzióját, annak ismerős lehet. Aki nem ismeri, az majd megérti, hogy mire utalok ezzel. Csak és kizárólag a kezdő gírből indulhatunk ki, tehát semmi extra mókolás nem lehet. A kezdő gírből származó pénzt használva egy alapvető modolási lehetőség van a fegyvereinkre és a felszerelésünkre, de ezen felül minden egyes dolgot törölni fogunk az inventoryból, tehát semmi nem áll majd a rendelkezésünkre gyakorlatilag, csak az, amit indulásnál magunkkal viszünk. A flea marketet, vagyis a kereskedelmi portot gyakorlatilag nem fogjuk tudni használni, tehát csak és kizárólag azokat a dolgokat vehetjük meg a boltból, amik elérhetők, amik csak a boltból érhetők el. Ha minden más megvehető a kereskedőknél, az csak és kizárólag ott vehetem meg, de ezt majd elmagyarázom oda bent a játékon belül. Fegyverek és páncélzatok javítását nem lehet a kereskedőknél, tehát ha megsérül a fegyver, megsérül a páncélzat, az csak és kizárólag saját magunk javíthatjuk, ha van hozzá megfelelő felszerelésünk, a kereskedők nem javíthatják meg ezeket. Fosztogatót nem használtunk, ugye ezt tudhatják azok, akik már játszanak a régi játékkal, hogy ugye van egy általunk kreált karakter, és van egy scavenger, vagyis egy fosztogató, aki x percenként a rendelkezésünkre áll, és bemehet különböző raidekre, és kihozhat onnan különböző lootot, anélkül, hogy bármit kockáztatnánk a saját felszerelésünkből. Na, őt nem használhatjuk, csak és kizárólag a saját karakterünkre hagyatkozhatunk. Nem használhatjuk terapiszt, vagyis az egyik kereskedőnek a gyógyítási szolgáltatásait, ami tulajdonképpen annyit akar, hogyha meghalunk esetlegesen egy raiden belül, akkor sérülten kihoznak minket, és van rá opció, hogy terapiszt, az egyik kereskedő meggyógyítson minket egy bizonyos mennyiségű pénzért. Ezt nem használhatjuk, csak és kizárólag az inventoringban, vagyis a felszereléseink között található gyógyszerekkel gyógyíthatjuk meg magunkat. Nem biztosíthatjuk a felszerelést, ami annyit tesz, hogyha esetlegesen meghalunk raiden belül, akkor van rá lehetőség, hogy bizonyos pénzmag keretén belül bebiztosítjuk a felszerelésünket, és a kereskedők kiküldik az embereiket, és ezt visszaszerzik nekünk. Ez nem áll rendelkezésünkre, ha meghalunk, ott elejtünk mindent, és nem tudunk kihozni semmit, csak és kizárólag azt, ami a biztonsági konténereinkben található, és ehhez kapcsolódik az utolsó szabályunk. Biztonsági konténereket csak egymás után vásárolhatunk. A legnehezebb módon kezdünk, tehát nem lesz biztonsági konténerünk, ezeket csak egymás után vásárolhatjuk meg, tehát ha veszünk egy alfa konténert, ami a legkisebb, azután nem vehetünk epsilont, vagy gammát, vagy kappát, hanem bétát kell vennünk. És itt kitérek arra, hogy venni, mert ezek a konténerek általában nem vehetők, csak szerezhetők, viszont mint mod betehető a játékba egy olyan kereskedő, akinél megvásárolhatók ezek a konténerek jó drágán. Úgyhogy
Ja, azt majd megmutatom, ha bent leszünk. És az a célunk, hogy befejezzük a Collector nevezetű küldetést, ami annyit tesz, hogy az összes híres nevezetes streamer itemet összeszedjük a játékon belül, és kimaxolni minden kereskedőnek a reputációját, hogy kijutassanak minket a háborúzónából. Lehet, hogy azok számára, akik nem ismerik ezt az egészet, ez most egy kicsit értetetlen volt, de higgyétek el, hogy meg fogtok érteni mindent abban a pillanatban, amit belépünk a játékba. Hogy szuperál az új szerzemény? Remekül! Csodásan elférünk a 2 terabájton, Lola. Na, örülök, hogy kíváncsi vagy rá, Lola. Igazából ez azoknak fog appellálni ez a játék, akik szeretik a fegyvereket, ugyanis az egész játék egy nagy, idézéles fegyver. No. Tehát az utolsó, majdhogy nem az utolsó szegecsig lehet módosítani a felszerelésünket, úgyhogy én nekem ez igazi ingyenség. De ne is beszéljünk tovább, úgyis elhúztam az egészet 15 percen keresztül, úgyhogy lássunk hozzá. Oda bent majd sokkal könnyebb lesz ezeket a dolgokat elmagyarázni. Létrehozzuk az új akkundot. És elkezdjük a Standard Edition, tehát a legeslegkisebb, legeslegnehezebb módon. Start. Na hát, ezt nem gondoltam volna róla, de örülök neki. No, nézzük. Pardon. Gaming. Lehet, hogy rossz helyen lesz egyébként itt a kamera. Úgyhogy átmászok a másik oldalra. És lehet, hogy egy kicsit töpörödöttem leszek ki. Oké. Nagyon jó. Szóval. Lehet Ruszkicskin, Englicskin, Deutschkin és Franciskin játszani. Mi Englicskin játszunk. És a hívó jelünk magányos Ronin. Ahogy az lenni szokott. Szia, elbandító, hello. Ugye két lehetőség van, vagy az Egyesült Védelmi Erőknek az emberét választjuk, vagy az orosz titkosszolgálatnak a ingyombinyom tálibe emberkéjét. Mi a lore szerint a Jusek pártját fogjuk, tehát amcsikkal leszünk. És általában Hudson-t szoktam használni, és Josh hangjával, mert ezt szoktam meg. A különbség a kettő között annyi, hogy néhány pályán vannak olyan ellenfelek, akik 4000 kilométerről kilőnek, ha BR-es vagy, és vannak olyanok, akik csak 3800 kilométerről lőnek ki, hogyha Jusekes, úgyhogy igazából ez nem túl nagy különbség, de lássunk akkor hozzá. Szóval, a két mód, amit említettem, az egyik mód, amit betettünk a játékba, az Potkan. Ő az a kereskedő, akitől különböző konténereket lehet vásárolni, amit amúgy nem lehetne megvenni, csak megszerezni a játékon belül, hosszadalmas, kinkeserves és fölösleges küldetések folyamán. Általában ilyennel szokott indulni az akkunt, nekünk is van egy alfa konténerünk, de ezt ki fogjuk dobni. És enélkül fogunk kezdeni, ezt is meg kell majd vennünk az elején. Minden más trader alapból benne van a játékban, ez nem is kérdéses. Rengeteg kütyű van, tudom, hogy összezavaró lehet, de majd meglátjátok, hogy mi mire való. Szervusz Ármon. A másik modunk pedig az, hogy néhány kereskedőnél lehet kisebb-nagyobb extra táskákat és dolgokat venni, amit én hasznosnak találtam, és mondhatni, hogy segítség lehet a kezdőjátékosok számára, de igazából nem feltétlenül segítség ez, mert a loot az temérdek, a hely pedig kevés. De ezen kívül semmilyen módot nem használunk, minden úgy fog velünk szembe jönni, ahogy az online verziójában szokott a játéknak szembe jönni velünk. Minden, tehát gyakorlatilag minden, csak a játékosok nem lesznek benne. Szia Elia, üdvözletem! Na, kezdjük akkor a hideout, nem. Stashünk el, bocsánat. A hideout az majd később jön. Most még nem foglalkozunk vele. Majd ide is kell beraknunk egy-két dolgot. Egy dolog van, amit mod nélkül is meg lehet változtatni, mégpedig az, hogy a raid idők.
Tehát, hogy mennyi időt lehet bent tölteni egy raiden. Általában ez 30 perctől 45-50 percig változik, attól függően, hogy mekkora a térkép. Én ezt így szépen föltekertem 3 órára, nekem nincs kedvem sietni. Majd szépen lassan megoldjuk úgy, ahogy mi szeretnénk. Szóval, itt látható kedves kis karakterünk, és jelenleg összes statisztikánk 0. Némelyik az is marad. És ő az, aki jelenleg a szuperhősünk lesz, vagy a hősünk. A lényeg az, hogy... Hol a hangom? Oké. A lényeg az, hogy a kezdő felszerelésünkbe nem fog beletartozni az alfa. Úgyhogy őt megsemmisítjük. És innen is rengeteg mindent ki fogunk törölni. Mint mondtam, csak és kizárólag az első felszerelés, ami rajtunk lesz, az lesz elérhető számunkra. Innen minden mást ki fogunk törölni, és gyakorlatilag nulláról fogunk kezdeni. Úgyhogy jól meg kell válogatni, hogy most mit viszünk magunkkal. A sztorink úgy kezdődik, hogy éppen mennénk befelé erre a bizonyos háborús területre, de ahogy a sztori is mondja, elsül az EMP, ami kisüt gyakorlatilag mindent a környéken, megszakítja a kapcsolatot a külvilággal, és gyakorlatilag teljesen magunkra maradva kell kijutnunk innen. És ehhez csak és kizárólag az lesz a rendelkezésünkre állva, ami nálunk lesz. Úgyhogy jól alaposan föl kell szerelni magunkat, én úgy érzem. Oh boy, el is felejtettem már, hogy a standard verziója ennek a játéknak mennyire minimumról indít. Well, mivel nincs is, akkor maradhat a baseball papi. Oké, shit. Na, azt mondja, hogy ó, te jó ég, mire ez mind föltornászolódik, atya-gatya. Damn, ennyi medünk van. Ez érdekes lesz. Oké. Hát tegyünk rögtön akkor pénzé minden fölösleges dolgunkat. Boy. Eladunk egy pár valamit, amit amúgy sem vihetünk magunkkal. És természetesen a pénz is törölve lesz majd. De egyelőre szükségünk van egy-két dologra, így egyből az elején. Ugye kell lenni fog ez is és ez is. Kelleni fog gyógyszer, kelleni fog valami nehéz vérzés ellen. Valami lábtörésre. Meg kell még szoktam az új menüt, mert ezzel a menüvel én még nem játszottam, csak az előző verzióval. Láthatjátok, hogy néhány dolog ki van takarva. Ezeket felfedezve a karakterünk alapból kap egy kis XP-t. Igen, tudom már, mond szándékosan, épp most mondtam el, hogy miért. Ezek is azok közé a dolgok közé tartozik, ami az online verzióban nincsen benne. Egy kisebb kulcscsomó, ami csak kulcsok tárolására alkalmas. Egy viszonylag nagy medical pouch, amiben rengeteg medcuc befér. Semmi gond, Armon. Ez most egy kicsit hosszadalmas lenne elmondani újra, úgyhogy ezt most nem teszem meg, ha nem bánod. A lényeg az, hogy szándékosan maradt ide, köszönöm, hogy szóltál.
Oké, okay. És mint azt mondtam, a kezdőfelszerelés az, amit tudunk módosítani abból, ami pénzünk van. Na most, ez az M4A egy igazi kis csoda, de ez így eléggé gyenguszka számunkra. Úgyhogy szerzünk rá egy-két dolgot. Melyik az? Azt hiszem ez az. A jelkac. Ó, várjátok, nincs pénzünk, nincs dollárunk. Mennyi kell nekünk? 17, 57, 50, 60, mennyi, jó. Beváltunk egy kis dodót. Most még nem akarok mindent elmagyarázni, mert fölösleges lenne. Majd időközben meglátjátok, hogy mit, miért és hogyan teszünk. Egyelőre módosítunk a fegyverünkön, hogy egy picit jobb legyen a kezelése. És hajítunk rá egy kellemes kis forgrippet is, hogy ne rángasson úgy, mint egy megveszekedett kamion. Na persze, ha van egyáltalán. Igen, alakul, és ez még nagyon-nagyon fapados dolog, Lola. Ez még ilyen teljesen kezdetleges balhé így a játék elején. Majd a vége felé már lehet olyan masinériákat összerakni, komolyan mondom, hogy wuff. Hogy wuff. Hol van az a... Volt nekünk egy pici foregrip valahol. Ah! Here you go. Úgy is van. És kéne valami jó kis sight. Valami kis kukucskáló nekünk. Van, hogy ne lenne? Van-e? Legalább több mint 200 fegyver van a játékból ola. Kell egy lézeres irányzék is, csak hogy jó legyen a történet. Illetve... Holy shit, 130 dollár? Várj, ez a Burris, ez nem is az, amit én szeretek. Fuck. Kéne találnunk valami jót. Nem kell feltétlenül hosszú távú, csak egy normális reddot. De úgy láttam, hogy nem igazán lesz most még így egyből az elején. Láthatjátok, hogy minden traderünk egyes szinten van, kivéve Mr. Potkant. De akkor maradunk ennél. Jelenleg most nincsen jobb. Ezt így szépen ráhajtjuk. Remélem, hogy a... kicsit bele fog lógni a... az elején lévő valami, de majd megbirkózunk vele valahogy. Oké, ez így nagyjából rendben is van. A páncélzatunk nem egy nagy vasszizdasz, ez egy kettes szintű. Gyakorlatilag, mintha nem is lenne rajtunk semmi. Úgyhogy majd ezzel is küszködni fogunk egy picikét. És egy lézeres irányzék, csak hogy jó legyen. Na, jóhó. És szerintem minden mást kukázunk is. Teljes mértékben nulláról fogunk kezdeni, hiszen a lore szerint éppen most zuhanunk le egy repülővel. Legalábbis a saját lore-unk szerint. Igen, elég nehéz lesz. Elég nehéz lesz, Miu. Mint mondom, az egész játék egy fegyverpornó, tehát itt azoknak kedvez a game, akik nagyon-nagyon szeretnek bütykölni a fegyvereikkel. Mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok egyébként. Tehát azért rengeteg... Opa, shit. Rengeteg olyan játék van, ahol a fegyvert lehet módosítani, meg ilyesmi, de szerintem nem sok játék van, ahol ezt csinálhatod. Tehát ez itt a fegyvered. Ilyen szintre szét lehet szedni. Tehát... szerintem ez nem semmi. Nem sok olyan game van, ami ezt tudja. És ez csak egy fegyver. Úgyhogy, ja. Ez az indító szett. Teljesen üresen vagyunk. És kezdődik a Mo Cassiano.
Hogy szolgál a kedves egészségem? Hát most erősen küzdök egy mini depresszió ellen a mini genshin akkuntunkkal kapcsolatban, de erről majd beszélünk máskor. Most küldetés van. Küldetés van. Az első térkép, amit meg fogunk nézni, az a Woods, ugyanis a lore szerint ez az a hely, ahol meghúzza magunkat a karakterünk. Ő a scavenger, akiről beszéltem, őt nem fogjuk tudni használni. Nevezzük Igornak. Vagy Borisnak. Ő itt lesz, ő változatlanul itt lesz. Ő lesz a házvezető bácsink. És nem fog változni. Szóval, a lore szerint a Woodson, vagyis az erdei pályán fogja meghúzni magát az emberünk, ahol több különböző elhagyatott bunker is a rendelkezésére áll, és ha megfigyeltétek, a hideoutunk, vagyis a búvóhelyünk, az pontosan egy ilyen bunker, és pontosan a Woods területén. Úgyhogy amikor elindul a kalandunk, akkor a fás erdős részen ezt a bunkert keresve próbáljuk meghúzni magunkat, úgyhogy nincs is választási lehetőségünk, megyünk a Woodsra. Ez az a game setting, ami az online verzióban nem létezik. Itt szoktam azt csinálni, hogy a botok számát, vagyis a scavengerek és az AI PMC-knek a mennyiségét fölhúzom hordára, és a mesterséges intelligencia nehézségét leviszem easy-re, és meg is mondom, hogy miért. Ha hardra tesszük, vagy impossible-re, még akkor is könnyebb, mint hogyha úgy hagyjuk, mint ahogy online van. Online gyakorlatilag a botoknak a nehézsége az AIDS. Tehát, hogy 141 méterről pisztollyal egy lövéssel bokron keresztül ugrás közbe fejbe lő, ez a normál az online játéknak a mércéjén, úgyhogy higgyétek el, hogy még easy-n is meg fog velük gyűlni a bajunk. Viszont ezt ellensúlyozva hordára állítjuk a mennyiséget, tehát a lehető legeslegtöbb lesz a pályán ezekből az AI szkevekből. És a bosszokat engedélyezik, tehát vannak különlegesen erős, jól felszerelt és védett botok, akik ezzel a pipával bekerülnek a pályára. Nem mindig 30-valahány százalékos eséllyel spawnolnak be, de ha ott vannak, akkor áú. Úgyhogy ready. Reméljük, hogy a beállításaink már megvannak, úgyhogy azzal nem kell majd mókolnunk. Kezdődik a kínzás. Látni fogtok, tapasztalni fogtok némi elmosódást a képen. Ezzel szó szerint nem lehet semmit se csinálni. A Twitch nem képes elegendő sávszélességet biztosítani arra, hogy ne legyen ez a képmosódás. Teljesen mindegy, hogy milyen bitrátát, mit állítasz, tök mindegy. Ez van, ezzel nem tudok mit csinálni. Láthattátok, hogy egy órával ezelőtt minimalizálni próbáltam ezt az egészet. Hát meglátjuk, mennyire sikerült. Oh my goodness, de hangos volt ez. És vagyunk rossz helyen. Ez az erdős rész. A lényeg az, hogy kijussunk, a kijutási pontjaink pedig a következők. Outskirts. Na már most, ez azok közé a játékok közé tartozik, ahol gyakorlatilag, ha nem ismered a pályát, halott vagy. Tehát nagyon-nagyon-nagyon magas szintű pályaismeret kell, hogy minden pályán az ember kiismerje magát. A Woods az egyik kedvencem, úgyhogy itt már nagyjából kiigazodom, és nem kell térképet használnom, de például a Streets of Tarkovon nem. Tehát az utcákon gyakorlatilag teljes mértékben el vagyok veszve még. De remélhetőleg ennek a szériának a vége felé már azt is megtanuljuk. Egy kicsit állítunk a hangon, mert ez így viszont rettentő hangos. Még így is hangos a mennydörgés, de azzal nem tudok mit csinálni. Oké, ez talán valamennyivel elviselhetőbb. Miért ilyen fura a szín?
Ennek nem ilyen színnek kéne lennie. Holy moly. Az még mindig nem jó. Szerintem ez a probléma. Oké, mondjuk. Szóval loot. Rengeteget fogunk lootolni a játékban, mert nagyon sok minden kell, és nagyon sok mindenből tudunk pénzt csinálni. Ezek most egy speciál pont jó felszerelések voltak. Na, óha. Oké. Az most meghalt, vagy csak leesett? Ott volt már is egy szkevünk. Mindjárt kiderítjük, hogy mi történt vele, mert nekem nagyon úgy tűnt, hogy csak lemászott onnan, nem pedig lelőttük. Ez nem árt, az embernek két füle van ilyen helyzetben. Iron. Igen, és nem, Lola. Van előnye, és ugyanakkor nincsen túl sok előnye, mert nagyon másképp reagál ebben a játékban a fegyver, mint bármelyik másikban, amivel eddig játszottam. És talán pont azért, mert más játékban a karakter sokkal jobban kompenzál saját magától, mint ebben a játékban. Éppen ezért félrevezető is lehet a dolog. A kurva száját. Oké. Okay. Nem a legjobb lőszert használjuk, ez is tény. A gombkezelés hasonló, csak sokkal több van. Sokkal több gombot kell nyomogatni. Lassú kihajlás, kis kihajlás, kilépés, a többi. Elég komplikált tud lenni a dolog. Na jól van, én szerintem beköszönünk neki. Ohoho! Szerintem az pont beleszaladt. Odalent is szoktak még járőrözni, de egyelőre nem láttam belőlük. De az alapvető gombkezelés természetesen ilyen. Tehát a jobb egérgomb ugye az aim down, a bal egérgomb a tüzelés. Az EQ, a kihajlás, VASD az előre, shift a futás, C a guggolás, X a fekvés. Tehát a szokásos az igen, az ott van. Ó? Oh. Ez mi volt? What? Halló? Mi történt? Why? Ezt most nem értettem.
Ezt most nem értettem. Gyakorlatilag visszarakott a menübe. Oké, teszünk még egy próbát. Szerencsére annyira nem jártunk előre, hogy ebből probléma legyen, de oh my god! What the fuck? Ilyennel még nem találkoztam. Olyan már volt, hogy crash-el, de ez most csak visszarakott a menübe. Well, second try! Úha! Ezúttal viszont nem vagyunk jó helyen. Shit. Oh, well. A kijáratunk így is ugyanaz. Bezártam néhány ablakot, hát ha segít a helyzetünkön. Hát azzal a lőszerrel pont nem megyünk most semmire, de egyelőre minden jól jön. Ott voltunk fönt egyébként a legutóbb. Most is oda tartunk majd. Na erről majd részletesen szeretnék hallani, Zipzi. Bár gondolom, a Baldur's Gate-ről van szó. Várjátok. Azt hiszem, az is kelleni fog még az elején. Nincsen túl nagy táskánk, úgyhogy majd abból kell szereznünk egy jobbat. A fuck. Oh yeah. Már nincs helyünk. Ennek örömére iszunk egyet. Szükségünk lesz erre is. Ez egy elsősegély készletszerűség, amivel szétlőtt végtagjainkat tudjuk helyre tenni. Ne, fizetős, egyértelműen Lola. Egyértelműen. Hoppácski, pisztoly a francba. Jó, hát tegyük. Shit. Már ez sem jó, hogy itt van. Oké. Természetesen fizetős, a modok azok ingyenesek. De hát, ugye kell hozzá az alapjáték, hogy... Múkodjön. Ó. Oh. Fuck yeah. Hello, Mr. Alka. Oké. Extra fegyver mindig jó. Let's go. Kilő. Úristen, de lassú a karakter most még. Elszoktam tőle nagyon. Ugye az online verziója a játéknak minden fél évente körülbelül tartanak egy wipe-ot, ami azt jelenti, hogy kitörölnek mindenkinél mindent, és mindenki előről kezd. Emiatt van még az, hogy a játék mindig életben van, mert hogyha eléritek a maximumot mindenből, akkor eléggé unalmassá tud válni egy idő után.
Na most itt az egyszemélyes játékos verziónál ti döntitek el, hogy akarjátok-e ezt vagy sem. De ugye, mivel van egy végcélunk, ami az online verzióban nincsen, összeszedni az összes streamer itemet a Collector Questhez, és kimaxolni a tradereket, így gyakorlatilag nekünk véget érhet a játék, az online részenek nincs vége. Tehát ott mindenki addig játszik, ameddig jól esik neki. És nem jön a vibe. Ráadásul, mivel alfa a játék, ezért azt gondolná az ember, hogy nem drága, de igen. Mint mondtam, nekem egy 100-valahány eurós verziója van meg, ami egy alfa játékért mocskosul pofátlanul sok pénz. Na, valakik már buliznak valahol. És sokan föl is hördültek ezért, de én még mindig azt mondom, hogy minden egyes hibája ellenére a Tarkov nagyon-nagyon jó játék már most. De rengeteg probléma van vele természetesen, mint minden egyes alfa játékkal. Na, ezúttal imádkozzunk, hogy ne fagyjunk ki. Ó, azt hittem a Baldur's Gate-ről beszél, Szipszi. Na tessék. Aha, megint fönt van a sniper valahol itt a sziklán. Oh, nem is egy. Itt csattogtat fönt valahol.